2022 nyarán a Vidor Fesztiválon nyitotta meg Pregicer Fruzsina, Jenei Judit és Tar Dániel Nyíregyháza Színház történeti kiállítását. A város társulatának 1981-es megalakulásáig dolgozták fel az eseményeket. A Molinókon rengeteg információt megtudhatnak az érdeklődők a nyíregyházi színjátszás történetéről, a vitrinekben pedig számtalan tárgy őrzi az elmúlt évtizedek emlékeit, többek között színházbérlet 1974-ből, színházi távcső, színművészek fotói és a Városi Teátrum színlapjai is a dokumentumok között szerepelnek. A tárlat a Szindbád Színház történeti rendezvényterében nyílt, ahol egy közel egy órás kisfilmet is láthattak a látogatók. A Szindbád november 1-én ideiglenesen bezárt, így a kiállítást sem láthatták az elmúlt hónapokban az érdeklődők. Szombaton a Móricz Zsigmond Színház viszont újra megnyitotta kapuit, az energiaválság okozta kényszerszünet után pedig egy meglepetéssel is várták a nézőket. Egy órával a Teljesen idegenek című darab előtt rendhagyó tárlatvezetésre várták a színház kedvelőket. A kiállítás ötletgazdája, Pregicer Fruzsina rengeteg munkájába került, hogy létrejöhessen a több évtizedet bemutató tárlat. 2022. januárjában álmodoztam erről a Magyar Művészeti Akadémia osztályvezetőjének, és azt mondta, hogy akkor meg kell csinálni, és végül is az MMA, valamint a Bethlen Gábor alap támogatásával létrejöhetett ez a kiállítás, amelyet bővebben a Szindbád rendezvényterünkben látható, lehet megnézni. Augusztusban volt egy gyönyörű nagy kiállítás, megnyitunk, és úgy szoktuk színesebbé tenni magát a kiállítást, hogy egy rendkívüli tárlatvezetést tartunk, amelyben tulajdonképpen a kezdetektől, de hát Bessenyei Györgytől, hiszen a Bessenyei téren állunk, Bessenyei György, aki Tiszabercelen született, és igazából innentől számítom én Nyíregyházán, vagy a Szabolcsban a színházi gondolkodást, színházó való álmodozást. Egy csodálatos csapatunk volt, muzeológusok, televíziósok, könyvtárosok, grafikusok készítették el ezt a nagyon közös és sokrétű projektet, és hát reményeim szerint, amikor majd teljesen megnyílik a színház, illetve a Szindbád rendezvényterünk, akkor itt látogathatják, ha nézzük az összes vitrint, Bozók István diszkardját, Jászhay Mariról a festményt és a kézzel írott dedikált fényképét. Ugye a kiállításnak az alapvető kérdés, hogy mióta van Nyíregyházán színjátszás, mióta van? Hát az első leírás, első dokumentum valamikor 19. század első feléből való, aztán 1894-ben felépül a Városi Színház, és az 1900-as, a II. Világháború után nevezik el Móricz Zsigmond Színháznak, és az első állandó társulat megalakulása 1981. augusztusában történt. Mi volt a tapasztalat, mennyire volt nagy az érdeklődés a kiállítás iránt, amikor még ugye a Színbádban lehetett látni? Hát van egy szép vendégkönyvünk, azzal szoktam dicsekedni, Istennek hála. A Vidor Fesztivál keretében nyitottuk meg, és ezért az egy nagyon kísérő programként, és nagyon sok látogatót fogadhattunk, Dunántúlról is, külföldről is. És hát várjuk a csoportokat, az érdeklődőket. Jöttek osztályok is gimnáziumokból, mert érdekes kulturális kiegészítő anyagul szolgál nekik. A látogatóknak tehát érdemes még a színházi darabok előtt felsétálni ide az emeletre és megnézni ezt a színház történeti kiállítást, amit valószínűleg a későbbiekben kibővítve is láthatnak majd a különböző dokumentumokkal, illetve egy majdnem egy órás film is készült Nyíregyháza színház történetéről, azt is megtekinthetik majd a Színbádban.